A báli szezon visszavonhatatlanul megkezdődött, az egyik legrangosabb társasági esemény nyitotta a sort szombaton, a Story Gála. Volt minden, Medvecki Ilona esése, furádnál furább ruhák és érdekes kísérők. Kolléganőm hajnalig őrizte a sztárokat, hogy ne maradjon le semmiről, és hogy beszámolhassunk önöknek arról, hogy kivel és miben mulat a celebvilág krémje. A Story díjátadó gáláján természetesen nem csak a díjazottakat övezte hatalmas érdeklődés. Mindenki árgus szemekkel figyelte a sztárokat, és az Oscar gálához hasonlóan itt is két fontos kérdés volt. Ki kivel érkezett, és ki milyen ruhát viselt? A Reflektor stábja természetesen megkereste az eddig rejtegetett kedveseket. Az RTL Klub díjnyertes műsorvezetői Lilu és Ördög Nóra együtt várták a ceremóniát, de a párja csak Nórit tudta elkísérni. Lilu férje egészen prózai ok miatt maradt otthon. Én a férjemet hoztam, ő a legfontosabb kiegészítőm. Most éppen ott áll és fogja a táskámat szegény, de én beleérkeztem, és természetesen Nárai Tamás ruhájában. Az én férjem az én gyerekemre vigyáz, úgyhogy én nélküle érkeztem. Én used ruhában vagyok, used unused, és az ékszereimet is ők tervezték. És nagyon szépek ezek a ruhák egyébként. Igen. Új nagy felfedezésem. És nem is beszéltünk komolyan össze, tehát ezt ja, egymástól függetlenül választottuk. Igen. A barátok közt Kingája, vagyis Balog Edina vőlegényével Som Krisztiánnal érkezett a gálára. Edina ruhája tökéletesen illett gyönyörű alakjára. Látványos volt és hófehér. Talán ez jelent valamit? Fehér, és mégsem annyira mennyasszonyi jellegű, mert ugye szerettem volna elkerülni, hanem ezzel a kis piros betétekkel, piros kiegészítőkkel nekem nagyon tetszik. Most már együtt vagyunk hát több mint egy éve, és jegyben járunk fél éve, úgyhogy bármi elképzelhető. Varga Viktorról és kedveséről, Lindáról nemrég megjelent, hogy véget ért köztük a szerelem, ugyanis Viktor napokig nem ment haza közös otthonukba. A fiatalok elég látványosan cáfolták a kapcsolatuk végéről szóló híreszteléseket. Ez most tulajdonképpen 180 fokos fordulatot vett ez a dolog, és visszatértünk egymáshoz. Volt egy kis mosolyszünet, a téli időszak az számomra egy kicsit nehézkes mindig, az érzékeny lelkületem miatt, de megoldódik minden probléma, tehát happy ending van. Ugyanúgy folytatjuk, ahogyan befejeztük, együtt vagyunk szerelemben, csak hát néha van ilyen minden. A legszebb kapcsolatokban is van néha ilyen hiba. Tarány Tamás egészen eddig a rendezvényig mindenki elől rejtegette kedvesét, akivel már 2,5 hónapja boldog. Most viszont Bernadett végre a nyilvánosság elé állt, méghozzá egy igazán az időjáráshoz illő szedben. Kicsit még szokja azért, mert szégyellős. Most is azt mondogatta itt a fülem, hogy de csak te beszélsz, de csak te, én nem beszélek. Abszolút jó partner, csendes, odaadó, néha sokat beszél, de azt is szeretem benne. Úgyhogy szerintem tökéletes páros vagyunk. Még friss a kapcsolat, úgyhogy ilyen összeköltözést, ilyesmit nem terveztünk még. De sokat van nálam, meg én is nála. Tabán István és kedvese Csilla nem csak a bulizás pillanatait osztották meg egymással, náluk a készülődés, sőt még a ruhaválasztás is közös. Azért nehéz elképzelni Istvánt, amint nézelődik a női nagyestéik között válogatva, de az eredmény tökéletesre sikerült. Együtt választottuk például Csillának a ruháját, tehát meg persze az én ruhámat is, tehát együtt szoktuk így elemezni is, meg így tehát, hogy milyen legyen, vagy hogy áll. A boldog házaspárok természetesen együtt érkeztek. Bajor Imre szinte friss házas, hiszen párját nemrég vette feleségül. Természetesen Ildikóval együtt vett részt a gálán. A barátok közt Nóráját, Varga Izabellát férje kísérte, csak úgy, mint Szandit és Rába Timit, akikhez a magányosan érkezett Bálint Antónia is csatlakozott. Olyan sztárok is voltak, akik azért nem tudták elhozni párjukat, mert nem volt kit. VV Eszter a villában még úgy gondolta, ha kijön, szeretné felmelegíteni a kapcsolatát korábbi kedvesével, a díjátadóra mégis egyedül érkezett. Tulajdonképpen itt egyértelmű vált, hogy nem véletlenül zártam én le ezt a kapcsolatot egy évvel ezelőtt. Ha a sors úgy akarja, lesz közünk egymáshoz, de tudatosan azt gondolom, hogy nem. A barátok közt Lindája bár kisebb-nagyobb problémák után, de hosszú ideje együtt van Péterrel. Szabó Kittinek, a Lindát alakító színésznőnek viszont decemberben véget ért 4 éves kapcsolata. Igazság szerint december eleje óta nincs párom, úgyhogy én most egyedülálló vagyok, így is lehet fogalmazni, úgyhogy ezért ő jött a barátnővel. Azért sokkal jobban viselem, mint
mint decemberben, főleg így karácsony környékén, tehát most már mondhatni, hogy hát egész jól viselem. Furcsa azért 4 évig voltunk együtt, tehát így 4 év után furcsa egyedül lenni, de én azt gondolom, hogy remek barátaim vannak, akik így körbevesznek engem, és sokat segítenek. Takács Nikolász minden tekintetben egyszerűen oldotta meg ezt a kérdést. Gyönyörű X-faktoros versenytársaihoz a gálán csapódott, és az öltözködéssel sem foglalkozott túl sokat. Én most jöttem vissza Amerikába, úgyhogy azt vettem fel, ami tiszta volt. A reflektorstábja ott volt a hajnalig tartó bulin, Medvec Kilona esésén, Kozsó hóvakságot okozó fehér öltönyén és Kiszel Tündét kerítésként körbevevő uszáján kívül semmi rendkívüliről nem tudunk beszámolni. Akadtak, akik korán hazaindultak, mások viszont hajnalig buliztak, de olyan sztárt nem találtunk, aki mással távozott, mint akivel érkezett.